No, itten vagyunk újra szokásos hanganyagunkkal, amely így a sorsunkban megírt halál lehetőségéről fog szólni. De miért belevágnánk, előtte elmondanám a kis belépőinket. Római egyes. Emberek, ez nem egy hagyományos előadás, tehát nem arról van szó. Sokszor elmondtam, de nem győzöm hangsúlyozni, mert rengeteg kérdést kapok, és láttam, hogy nehezen fogható föl ez, amit mondok. Tehát nem arról van szó, hogy itt az előadó a lényeges, jelen esetben én. Nem arról van szó, hogy amit én mondok, az a fontos, még nem fontos sem. Oké, tehát nem erről van szó. A lényeg az, hogy amit tőlem hallasz, az adjon egy lehetőséget, egy utat, egy lökést, bármit, amin keresztül te megindulhatsz, és bizonyos idő után már független is lehetsz tőle. Tehát nem az lényeges, hogy elfogad azt, amit itt az előadó jelen esetben én mondok. Nem az az igazság, még csak nem is valóság, amit hallasz bárkitől, vagy bárhonnan. Tudom, furán hangzik, mert emberként megtanultad, hogy az információ a tudás, de ez nem igaz. Az információ csak információ. Semmi köze a tudáshoz. Oké? Tehát ne fogadjuk el azt, amit hallunk másoktól. Ne hidd el azt, amit hallasz. Ne hidd el igazságnak. Figyelj, tanulj, fejlődj, változz. Olykor pihenj, engedj el mindent. Nem kell mindig akarni, a fejlődés sem kell akarni. Teremts, szeress. Oké, nagyjából ennyi, amit tudok javasolni. De semmiképpen nem javaslom, hogy elhidd azt, amit mondok. Római 2. Igyekszem mindig egyszerűen beszélni idegen szavak nélkül. Nem mindig sikerül, de azért igyekszem. Mert úgy vettem észre, hogy a komoly dolgokról könnyedén, a bonyolultakról meg egyszerűen éri meg beszélni. Sokkal több minden átmegy az embereknek, az emberi elmének. Hogyha lazán, könnyedén, nevetősen tanul. Persze ez sem mindenkire igaz, valakinek tényleg a feszültség meg a fájdalom kell. De a tapasztalat azt mutatja, hogy az ember többsége jobban tud haladni, hogyha boldogabb. Hogyha örömtelibb, mint sem, hogyha fájdalommal éli a létezését. Oké? Római 3. Noha mi ezt mindig elmondom, mi ezt ingyen csináljuk, ennek ennyire jó pár hallgatónk akad, aki anyagileg is szokott minket támogatni, kisebb nagyobb összegekkel. Azt nagyon szépen köszönjük, mert hát mi is a pénzből élünk. És na mindig elmondják, hogy nem szeretnének névvel meglenni a támogató listán. Azért egy pár keresztnevet felolvasnék. Nagyon szépen köszönjük Mariannának, Olgának, Andreának, Monikának és egy hölgynek, akinek nem tudom a leánykör nevét, csak a férjezett nevét. Nagyon szépen köszönjük Zoltánnénak, hogy a pénzükkel, idejükkel és a bizalmukkal is megtisztelnek mindannyiunkat, mert hát az, hogy itt lehetünk, az bizony nem mindig egyszerű a létezés rögös útján. Nagyon szépen köszönjük. No, és akkor belevágnunk, jó? Fölolvasom a levelet, mert ugye én mindig kérdésekre válaszolok, ezt a kérdést e-mailben kaptam. Szia Krisztián! Tudom, a végtelenben létezik a sors, a szerencse, saját akarat, alkalmazkodás és meg annyi minden. Néhány év ezelőtt besétáltam a kórházban azzal, hogy vetélek. Nem volt különösen fájdalmam, állva vártam az orvosra. Amint ultrahangvizsgálatot készített, mondta, hogy baj van. Méhen kívül terhességem és belső vérzésem volt, azonnal műtöttek. A családnak azt mondták, hogy ez majdnem életmentő műtét le. Tudom, sokan járnak így, vagy éppen súlyos balesetet úsznak meg. Mégis hetek óta az motoszkál a fejemben, nem kellett volna nekem akkor már elpatkolnom. Közleghet az időm. Ha egy felsőbb erő úgy dönt, hogy magához szólít, akkor mi történt? Meggondolták magukat, és még maradhatok? Csak már anya nem lehetek? Én egy pillanatra sem dobnám el az életemet, halál közle élményen sem volt. Tudom, hogy sokan vagyunk köztem, ha jut rám időd. Igyekszem válaszolni a sok kérdésre, és tényleg sokan vagyunk, de igyekszem. No, nagyon fajsúlyos kérdéseket tettél föl, és valóban a legtöbb embert az érint is, nem több lett, minden embert. Hiszem, ugye kezdjük az elején, nem kellett volna nekem ott akkor elpatkolnom. A következőt kell megérteni.
amit most elmondok, az nem biztos, hogy igaz. Ugyanis csak a saját tapasztalatomat, a saját látásmódom által felfogott valóságot tudom eléttárni, ami kár tagadni, hogy jóval szélesebb, mint az emberi elme által megélhető látásmód, de attól még csak egy egyén, egy sokdimenziós egyén látásmódja, az enyém, magyarán nem tudom átadni a teljes valóságot. Tudom, ez furán hangzik, de akkor is úgy van, hogy minél többet látok, annál jobban rájövök, hogy annál többet nem látok. Ez egy örök körforgás, mert csapdal, tisztában vagyok vele. Ezzel nem is foglalkozom vele. De a tény akkor is ez. És mondom ezt úgy, hogy hát tisztában vagyok vele, hogy olyan dolgokat is felfog a mindenségből, amit nagyon sok embertestben élő, vagy nem embertestben élő egyén nem fog föl, mert másra figyel. Nem azért, mert fejletlebb, mint én, vagy mert butább, mint én, egyszerűen csak másra figyel. Ennek ellenére mondom, őszintén mondhatom neked, hogy minél többet látsz a végtelenből, annál inkább rájössz, hogy mennyi mindent nem látsz még. Tehát kezeljük ezt az egész dolgot, amit mondok, fenntartással. Arra nem is beszélve, hogy kettő. Rólad nem tudok ilyen messzeségből nyilatkozni, ilyen szinten, ilyen mélységben, általánosában fogok tudni beszélni. A következőt kell megérteni. Nagyon sokan, főleg az ilyen spirituális körökben, nagyon sokan dobálóznak csípőből az olyan szavakkal, hogy mert neked ez a sorsod, neked ez a karmád, az én túlvilági mestereim azt mondták, hogy te ilyen vagy, én Krisztussal beszélek, ő azt mondták, hogy te olyan vagy. Szóval nagyon sokan beszélnek ilyen, hogy fogalmazok finoman, tehát bolondságokat. De a következőt kell megérteni. Ugye van itt egy folyó, mondjuk a Duna Magyarországon folyik. Számtalan másik folyó csatlakozik beléje. Számtalan különböző forrásból táplálkozik. Az eső, végtelen mennyiségű esőcsepp az, ami felduzzasztja magát a folyamot. Épp ezért, noha tudjuk, hogy vannak áramlatok a vízben, lehetetlen kiszámolni, hogy az áramlatok milyenek, lehetetlen megmondani, hogy adott pillanatban az áramlatok hogyan fognak folyni, hogyan fognak hatni a vízre. Na most képzeld azt, hogy egy ember nem egy ilyen folyó, hanem a Földön lévő összes folyók összessége. Tehát a te életed az nem más, mint a kiszámíthatatlan áramlatoknak a végtelene. És most a lényeg, természetesen vannak olyan pillanatok, amikor már tudjuk, hogy egy általad generált hatásnak köszönhetően a te folyód, a te életed milyen mederben, hogyan fog folyni, de ez az estek többségében olyan gyors folyamat, hogy nem lehet előre megmondani, előre szinte semmiképp nem lehet megmondani, illetve az estek többségében nem annyira kézzel fogható, hogy valamilyen rendszerrel, asztrológiával, kristálygömbbel, matematikával le lehetne modellezni. Tehát arra akarok kiukadni, hogy az, hogy nálad a dolgok mit jelentenek, hogy jelentenek az életedben, azt senki sem tudja megmondani, a Jóisten se. Hát persze. És tudom, hogy bele fogsz majd futni olyan emberekbe, akik azt mondják, hogy ők meg tudják mondani, de nem tudják. Hát gondold végig, amit most mondtam az előbb a példával. Hát a folyót, a vizeket, a világvizeit minden ezred, milliomod másodpercben megszámlálhatatlan trilliárdnyi hatás változtatja. Kiszámíthatatlan. Én különböző okok véget így kívülről látom a bolygót, amit te vagy, tehát kívülről látom a folyókat, amit te vagy, és valahol meg tudom élni a hatásokat belülről is, amit te vagy, tehát a különböző áramlatokat, a vízcseppeket, amik beleesnek a folyóba, tehát nem emberi elmével, nem csak emberi elmével láthatom azt, aki te vagy, de nem vállalnám azt a felelősséget, hogy azt mondhassam, hogy biztosan meg tudom mondani, hogy az életedben adott esemény miért és hogyan történt, vagy hogy miért tényleg karmisztikusan, meg egyáltalán miért történt. El tudom mondani általánosságban, jó, meg ha majd egyszer, ha valaha találkozunk, akkor személyesen, akkor talán meg tudom látni az igazi okokat, de nem is kell nekem meglátni, mert az általános közhiedelem ellentétben nem az számít, ami történt, és nem is az számít, ami történni fog, hanem az számít, aki te vagy.
az események azok mellékesek. No, tehát ugye abban kezdtük, hogy nem kellett volna úgymond elpatkolni, meghalnod évekkel ezelőtt adott pillanatban. A következőt vettem én észre általánosságban az embereknél. Nagyjából most a homo sapiensről beszélek, tehát az elmúlt mondjuk, mit tudom én, 100 000 évről körülbelül, most mondtam valamit 80 000-ről. Egy ember létezésében több halál lehetőség van. Olyan 3-tól 10-ig körülbelül, tehát 3, általánosságban 5-6-8 olyan lehetőség van, hogy az egyén úgymond kilépjen a létezésből. De mondom, kinek más, valakinek több, valakinek kevesebb. Ezek nem kódoltak, tehát nem arról van szó, hogy mindenképp be kell következniük, de az estek többségében megfigyelhet, hogy az életed úgy alakul, hogy nem a konkrét esemény, de maga az energetikai, gondolati csomópont, ami létrehozza az eseményt, az mindenképp ott lesz. Mondom a példát. Tegyük föl, benne van a sorsodban, hogy 16 évesen leesel egy magas helyről, és meghalsz. Hogy most ez magas hely, ez egy épület, egy szikla, egy fa, sorolhatnám, az nincs előre megírva. Illetve a leesés sem. Tehát van egyfajta energetikai, gondolati, érzelmi, dimenzionális spirál, nem tudom jól elmagyarázni, mert nem lehet elmagyarázni, ami mondjuk ezt a te életedben valamilyen formában meg fog jeleníteni. Tétlezzük fel azt, hogy leesel magasról. De az nincs kőbevésve, hogy ez az legyen, hogy véletlen folytán kapaszkodsz a sziklába, mert sziklát mászom, és kiszakad mondjuk a tüskönből, tartod magad, és leesel. Vagy ha véletlen pont, akkor szakad le a terasz, amin éppen táncoltok sokan, te pont ott vagy, és leesel, és meghalsz. Tehát maga a konkrétum így nincs előre kihegyezve. Az, hogy ez hogyan következhet be, ez a döntéseidnek a függvénye. Tehát egy van a saját döntésed, hogy mondjuk adott eseményt hogy fogod megélni, megtanulsz a sziklát mászni, vagy azt mondod, hogy nem érdekel, vagy elmész abba a buliba, ami a 100. emeleten történik, ahol le fog majd szakadni a terasz, vagy nem mész el, mert nem érdekel. Tehát ilyen szinten választhatsz. 2. Úgy is választhatsz, hogy egy teljesen független korábbi élmény hatására nem leszel ott mondjuk a sziklán, vagy nem leszel ott mondjuk a buliban. Tehát nem is kapod meg az életedben a döntést, hogy elmenje sziklát mászni, vagy elmenje partizni abba a buliba. Egyszerűen úgy lakod az életed, hogy el se jut hozzád ez a lehetőség. Ez is benne van a pakliban. Illetve 3. Hát persze az, hogy ott leszel, és akkor meghalsz. Hogy ennek mi az oka, hogy miért nem következik be, annak nagyon sok oka van, hát emlékszel, ezzel kezdtem az előbb, hogy végtelen mennyiségű esőcsepp és hullám és áramlat vagy. Tehát nem lehet megmondani, hogy mi mikor történik, bár mennyire is legyen magabiztos egy asztrológus, egy mágus, egy pszichológus abban, hogy ő tudja, hogy neked miért történik az életedben, nem lehet tudni. Hát illetve hogyha a döntéseid jelentenek egy olyan stációt, állomást, hogy a döntéseid, hogyha úgy alakulnak, akkor valamilyen szinten megmondható, hogy ez a döntésed már bekövetkezett, akkor igen, ez a jövő valószínűleg létre fog jönni. Mivel tőlem kérdezted, de csak a saját magam tapasztalását tudom elmondani, tapasztalatát, valamikor találkozom valakivel, és kezet fogok vele, vagy csak beszélgetünk, és hirtelen meglátom, hogy mondjuk mikor, hogyan fog meghalni, na valamikor nem látok ilyet. De ez nem azt jelenti, hogy az én látásom jobb vagy rosszabb, ez csak arról van szó, hogy valamikor az egyén már úgy döntött, már úgy éli az életét, hogy már a okokozat rendszerben nem lehet változtatni a dolgain. Maradjunk a példánál, megindult egy komoly hullám, egy nagy cunami az életében, és most már az a cunami olyan magas, hogy most már a csúcson van, magyarán egyszer le fog zuhanni, és azt már nem lehet befolyásolni, hogy hogyan fog lezuhanni, kvázi az emberünk adott helyzetben meghal. Van amikor, és az este többségében amúgy így van amikor meg egyszerűen arról van szó, hogy van lehetőség úgymond a halálra, de még bármi történhet, még odáig jut az ember, mert még szabad döntések sorozata, választások, lehetőségek azok, amiknek köszönhetően eldöntheti majd, hogy eldőlhet majd egész pontosan, hogy mi lesz. Nagyon fontos megérteni a következőt. Igenis van egyfajta determinált sors. Erről már többször beszéltem itt a felvételek során.
Ha úgy alakul, nézd már vissza őket, kérlek, mert tisztában fog látni a dolgot. Tehát van egyfajta determinált, kényszerített, fogalmazunk így, meghatározott életvonal, de van szabad akarat is. A szabad akarat is valahol egy érdekes kifejezés, mert nem mindenkinek van, és nem mindenkinek úgy van, ahogy magát a fogalmat értjük, de maradjunk annyiban, hogy igenis vannak döntési lehetőségek. Mivel végtelen van a végtelen, minden létezik. Az, amit te képviselsz, korlátozott formában, annak is léteznie kell. De van lehetőséged arra, hogy amit te képviselsz korlátozott formában, te azt magad mögött hagyd. A korlátozott forma energetikád megmarad, mert kell a mindenség végtelenében, hiszen végtelen van, szükség van rá, de neked nem kell azonosulni vele. Te mehetsz tovább, szabadabb, korlátlanabb létezések felé. Oké? Okay? Tehát normál emberek nagyjából 3, 5, 6, 8, maximum 10 alkalom van arra, hogy kiléphessen ebből az egész rendszerből. Az előbb elmondottak alapján dől el, hogy mikor, hogyan lép ki valaki. Hogy közlekhetette az időd akkoriban, nem valószínű, de benne volt a pakliban. De azért így annyit mondhatok így mesztességből, mert azért azt azért fel tudom fogni a lüktetésedben, mindenből, hogy valószínű, hogy neked még adni kell valamit a mindenségnek, az emberiségnek, önmagadnak, a családodnak, a barátodnak, feleségednek, tehát van benned tartalom, amit át kell adni a mindenségnek, hogy az a tartalom összeolvadjon a többiek tartalmával, és ezáltal létrehozzon még tartalmasabb valamit, ami szintén majd összeolvad, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Oké? Okay? Tehát meg kell halni, az meghal. A halál nem ismeri a tévedés fogalmát, mi több nem hat rá a ügyvédnek a párbeszédje, védőbeszédje, nem hat rá a pénz, nem lehet megvesztegetni. Tehát ha élsz, akkor élned kell. Ha haltál, akkor meghalnod kell. És pont. Ugye a kérdés az, hogyha egy felsőbb erő magához szólít, akkor mi történt? Meggondolták magukat, és mi maradhatott, csak már anya nem lehetek? Nem. Ez a felsőbb erő, ami dönt az életről és halálról, az nem Isten, vagy nem halál, nem egy angyal, nem. Ezek mi vagyunk. A mindenség. A mindenség, a atomoktól kezdve, a Istenig bezárólagosan, az egységes rendszer, egy egységes organizmus, ami számtalan különböző formára, önálló formára oszlik. Olyan, mint még egy bolygó. Nézd meg a Földet. Hát hihetetlen, milyen elképesztő élet van itt. Milyen változatos élet. Ami önálló létezik. Nézd meg, a bogár egymaga repked. Egy fűszál egymaga fűszálkodik itt a kertemben. A vízcseppek egyedül is vízcseppek. Nem kell az esőben létezniük, vagy a folyóban, egymagukban is érnek valamit. De mégis összességében minden megváltozik, minden együtt létezik. Ugye a növények összessége már erdő, már egy másik rendszer, az állatok összessége ugye már egy hangyákból, már hangyaboly, már egyfajta közösségben léteznek. Ugye a vízcseppek összessége lehet patak, csermely, folyó, óceán, adhat életet, vagy éppen pusztíthat. Tehát a létezés ilyen. Minden, ami történik benne, az nekünk a benne lévőknek köszönhető, bár szeretném hangsúlyozni, a tudatosságodon múlik, a határtalanságodon múlik, hogy mennyire tudsz tudatosan hatni a létezésedre. Az estek nagyon nagy százalékában, 99,99 és nagyon sok 9-es százalékában, a benne lévő egyének inkább csak sodródnak az árral, és bizonyos téren dönthetnek, megtehetik azt, hogy megpróbálják fölhúzni a vitorlákat és jobbra rántani a kormányt, vagy balra rántani a kormányt, de attól még a víz az úr, tehát a sodrás az erősebb. Úgyhogy igen, van egyfajta folyamat, ami úgymond dönt életről és halálról, de az nem egy egyén, nem a csontváz, aki fenni a kasszáját, és akkor majd úgy dönt, na most akkor elmegyek, érted? Nem. Az, hogy te, mint ember, mint egyén, mint egy komplex rendszernek egy önálló része, mikor, hogyan oldódsz föl a rendszerben, veszed el kvázi a határaidat, úgymond meghalsz,
és a rendszerben feloldódván, mikor kerülsz egy újabb öntudatra, egy teljesen más energetikával, tartalmakkal, amiben benne van a múltad, de mégsem köt, tehát mégsem határoz meg. Ez a folyamat, ez nem áll az irányításunk alatt, úgymond senki irányítása alatt nem áll, ez önmagától zajlik, a végtelenben zajlik. Magyarán nincs egy bíróság, aki azt mondja, neked meg kell halnod. Minél tudatosabbak az egyének, annál jobban látják a létezésedet. Magyarán, például én is, vagy egy test nélkül létező, egy korábban meghalt szeretted, vagy egy test nélkül létező fejlettebb, nem fejlettebb, de összetettebb tudat, az igenis meg tudja mondani azt, hogy neked most még nem kell kilépni, mert te csónakod előtt még vannak távlatok, vannak szigetek, a te áramlataid még a végtelen vizekben, azok még dolgoznak. Tehát ezt meg tudom mondani neked én is, ha úgy lakul vagy, mondom, bármilyen test nélkül létező tudat, aki valamiért erre a dimenzióra a maga messzeségéből figyel. És ugye írtad, hogy maradhatsz még, csak már anya nem lehetsz. Ez sem igaz. Nézd meg az anyasság fogalmát, mint olyat. Az anyasság fogalmát mi határozza meg? Hát te. Te döntöd el, hogy neked mi számít anyasságnak. Vagy az, hogy mondjuk a te pocakodban 9 hónap alatt világra jön az élet. Vagy az, hogy nem jön össze így, és akkor lombik, vagy mesterséges úton próbálod. Vagy az, hogy örökbe fogadsz. Vagy az, hogy egyszerűen csak megél az anyasságot egy barát, barátnő, ismerős, rokon gyerekével. Vagy az, hogy megél az anyasságot bármilyen más felnőtt emberrel. Tehát ezek a formák már csak rajtad állnak. Minél tudatosabb vagy, annál inkább el tudsz szakadni a formákat a kényszertől. Mert az anyasság igenis nem azt jelenti, hogy a te testedből 9 hónap alatt az élet a világra születik. Hát ez nem más, mint egy gépezet, ugye? Egy biogépezet. Hát nagyon sokan nem akarnak anyák lenni, aztán mégis teherbe esnek, és mégis megszületik a gyermek tőlük függetlenül. Tehát maga a folyamat, amit anyasságnak hívunk, a külső máz, az csak egy máz. A belső megélés, mert nem az az anya, aki a gyereket világra hozza, csak a szülő. Az anya az, aki a következő 18-20-30 évben élete végéig ott van a gyerek mellett. És segíti, támogatja, szereti, óvja, védi, és megtesz neki mindent, olykor azt kell tennie, hogy nem tesz semmit. Az a minden, ha semmit nem tesz. Tehát megtesz érte mindent, hogy a gyermekből egészséges ember válhasson. Tehát az anya ez, hogy a forma milyen, az nem számít. Azt neked kell eldöntened. Úgyhogy dehogy nem lehetsz anya, hát bármikor anya lehetsz. Hogy a fenében. És írtad, hogy te egy pillanatosan dobnád el az életedet. Halál közül élményed sem volt. A legtöbb halál közül élmény érdekes. Én úgy vettem észre, nagyon sokat figyeltem az embereket, tényleg, hát az elmúlt 31 évben, mióta tanítok, emberekkel foglalkozom, hát állandóan az embereket figyeltem, beleértve a magam emberi, hát nem is tudom, hogy fogalmazok, emberi vonalmat is. Azzal kezdtem, de aztán később ugye előadások, a tanítások, a tanfolyamok, a kurzusok, a terápiáknak köszönhetően ugye nagyon sokat figyeltem más embereket. És úgy vettem észre, hogy a halál közeli élmény az este többségében egyfajta tanítói szándékból születik. Van egy ember, akinek a sodrásai, a áramlatai arrafelé haladnak, hogy elérjen mondjuk egy szigetet, megtapasztalni egy eseményt valamiért. Ez fontos a mindenség létezés szempontjában, hogy adott egyén azt megtapasztalja. Ritkán van olyan különben, hogy adott egyénnek, adott eseménynek a formát kell megtapasztalnia, az ritkán van. Magyarán a belső megélés felé halad a tudat, a külső megélés, a forma az nem annyira számít neki, de olykor megesik. Na most ilyenkor, ha az egyénnek ez nem jön össze, akkor az este többségében előveszik a halál közeli élményt. Ha megnézed, az emberek nagyon kis százaléka az, mondom, ritkán van erre szükség, nagyon kis százaléka az, aki klinikai halál állapotába kerül, és aztán mondjuk visszatér ide, tehát meghal, de mégsem. Vagy még az is ritkán van, hogy valaki nagyon-nagyon-nagyon közel kerül a halálhoz, és tudatossá válik erre, és utána el tudja mesélni, hogy mi mindent cikázott végig az elméjében. Mert hát újra mondom, ez az esemény a legtöbb ember számára nincs így előírva. De amúgy látható, ha valakinek ez megvan, nem előre, tehát nem tudom neked azt megmondani egy 5 éves gyereknél, hogy ennek a gyermeknek 42 év múlva lesz egy halál közül élmény egy balesetben, de
De előtte néhány héttel, hónappal van egyfajta kisugárzása, egyfajta rezgése, egyfajta, nem is tudom, hogy fogalmazzak, egyfajta illata, színe annak az embernek, akinek egyfajta halálközélményt meg kell élnie azért, hogy a számára fontos eseményt, változást, lélekbeli szellemi fejlődést megélhesse. Ennek számtalan oka van, hogy miért kell így lennie, most nem menjünk bele, de megesik, hogy ilyenkor a halálközélménynek be kell következnie. Megfigyelhető, hogy az este többségében, aki átélt egyfajta klinikai halállapotát, vagy csak majdnem meghalt, azoknak komoly személyiség, egyéniségbeli változások álltak be az életében. Mert az ilyen halálközélmények arra hivatottak, hogy az egyén, hogy is fogalmazzak, tehát tudjon úgy változni, hogy a félelmek, a szorongások fölé emelkedvén átlássa a létezését, és egy tényleg valóban korlátlanabb állapotba kerülhessen. Sőt, lehet, hogy a halálközeli élmény nem is a egyénnek szól, aki megéli, hanem utána azoknak, akinek elmeséli. Hát hogyne, hogyne. No, úgyhogy így, zárásnak megéri nem komolyan venni mindazt, amit mondtam, és azt is megéri nem komolyan venni, amit mások mondanak erről a témáról. Az élet az egy nagyon nagy csoda. Nem szívesen mondom ezt, mert olyan vásáriasan hangzik, de akkor is így van. Elképesztő az a végtelensége, ahogy így előtör a semmiből, és itt burjánzik, és itt növekszik, változik, elpusztul, újra sarjad, formát vált, elképesztő. Élvezd azt, hogy itt vagy. Ne azzal foglalkozz, hogy mikor lesz vége, mikor lehetett volna vége. Hát kit érdekel? Egyszer egy öreg székely bácsitól hallottam a következő mondást, mikor arról volt szó, hogy itt a Magyarországon, a nagy gazdaságban az emberek hogyan szenvednek. Azt mondta egyszer, rám annyit mondott, a van túl nem kell félni. Tehát ami van, attól nem kell félni, azt élvezni kell, meg kell tudni élni. Most neked itt van az élet. Nem haltál meg pár év lesz lőtt. Hát, mit foglalkozol vele? Engedd el. Élvezd azt, amit történik. Hogyne, hagyjad, hogy a nap átsüssön, rácsüssön. Átáramoljon rajtad a fénye. Hagyjad, hogy az eső, a szél megérintsen. Hagyjad, hogy a barátok, a család, a rokonság ott legyen az életedben. Hagyjad, hogy legyenek valódi nyugodt pillanataid, tartalmasak, mikor csendben vagy, mikor egységbe kerülsz a létezéssel, önmagaddal, mindennel. És aztán meglátod, hogy mi van itt a végtelen hullámaim. No, jók lehetek.